Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Első körben szeretném a kis csapatunkat bemutatni név szerint. Velünk volt Kotrocó Anikó, Bacsa Terka, Éme Zsófia, Benke Gabi, Képes Andrea és jó maga Medvei Gergely. Mi a Baktiveranta Hittudományi Főiskoláról érkeztünk ide hozzátok, amely iskola a tradicionális joga hagyományokról és a hinduizmus Vaisnava ágáról nyújt ismereteket. Az államileg akkreditált főiskolánk a joga és a lélek örök ősi tudományának elméletét és gyakorlatát tanítja. Mindezt két szakon teszi, Vaisnava teológia alapszakon és Vaisnava jogamester alapszakon. A kis csapatunk a jogamester szakról érkezett ezzel a joga bemutatóval, vagy én inkább úgy mondanám, hogy ászana bemutatóval. Miért mondom ezt? Azért, mert az ászanáknál, vagyis a testgyakorlatoknál sokkal több a jóga. Hát és mi is az a jóga? Hát ha a fogalmát nézem, akkor az elme a test kontrollálásával összekapcsolódni Istennel, ugye ezt jelenti. Tágabb értelembe véve, a jóga az egy életmód, amely módszerek és gyakorlatok lenyűgöző eszköztárát kínálja számunkra. A jóga testmozgás, egészségmegőrzés, filozófia, önismeret, lelki élet egy egyedülálló út, amely az anyagi világból való felszabaduláshoz és az Isten iránti szeretethez vezet el. És hogyan is vezet el a jóga minket ezekhez? Hát több útja van a jógának, több típusa. Ezek a típusok a karma jóga, a gyána jóga, az astanga jóga és a bhakti jóga. A karma jóga az a tettek, cselekedetek jógáját jelenti. Tehát itt a gyakorló a tettei által próbálja elérni ezt a felszabadulást, az Isten szeretetet. Az a gyakorló, aki ezt az utat követi, az nagyon-nagyon kedvező tulajdonságokat fejleszt ki magába, mint az együttérzés, alázat, szeretet, önátadás, stb. Ilyesmi. A következő jóga típus, ez a gyána jóga, vagyis transzcendentális tudás jogája. Ezen az úton a gyakorló tanulmányozza az anyagi világot, a lelki világot, elemzi azokat, és nagyon nagy tudásra tesz szert, és ezen tudás által szeretni elérni ezt a felszabadulást. A következő jóga típus, ez az astanga jóga, vagyis a 8-fokú jóga rendszer. Ezt Patanjali összegezte a Yoga Sutra című művében. Ennek az elemei, ez a 8 lépcső, a Yama Niyama, ezek olyan előírások és szabályok, amelyek egy elkörcsösebb, tisztább életet eredményeznek. Ilyen elvek tartoznak ide, mint például az erőszak nélküliség követése, a tisztaság, akkor a lemondás, a lopástól való tartózkodás, az igazmondás, a szentírások tanulmányozása, vagy meghódolni a legfelsőbb úrnak. Ezek tartoznak a jámákhoz, niyámákhoz. Az astanga jóga a harmadik lépcsőfoka az az ászanák és a testgyakorlatok, amit itt is láttak a kedves nézők a bemutató alatt. Ezek a testgyakorlatok erős, rugalmas testet adnak a gyakorló jóginak. A következő fok, ez a pránajám, vagyis légző gyakorlatok. Ez tulajdonképpen erőt, energiát ad az ember testének. Aztán van a pratyahára, vagyis az érzékek szabályzása, visszavonása. Ez azért nagyon jó, mert az elmét lenyugtatja, elcsendesíti. Aztán van a dhárana, dhyána, szamádi, és a koncentráció, meditáció, teljes lelki elmerülés. Ezek a folyamatok segítenek befelé figyelni és önmagunkat elemezni, tanulmányozni. Ez volt az astanga jóga. És az utolsó, negyedik jóga fajta, ez a bhakti jóga. Vagyis a szeretet és az odaadás jógája. Azt mondják a jóga szentírások, hogy ez a legtökéletesebb, vagy a legteljesebb jóga folyamat, azért, mert magában foglalja mind az összes többi jóga folyamatot. Ugye mindegyiket kell gyakorolnunk, tehát ezek különálló folyamatok, de mégse lehet ezeket egymástól elválasztani, egyik a másikat segíti. Ugye, hogy cselekedni tudjak, először tudásra kell szert tenni, hogy tudjam, hogy mit csináljak, ha pedig már cselekszem, akkor a szabályok között kell tenni, tehát itt a karma jóga, astanga jóga, gyána jóga segít, és az egész folyamat kiteljesedik a szeretetben, vagyis a bhakti jógában. És hogyha valaki
követi és gyakorolja mindezen jóga folyamatokat, akkor a jóga kedvező hatásait három szinten valósíthatja meg, testi, szellem és lelki szinten. Testi szinten rugalmat, erőt, megnövekedett vitalitást, egészséget tapasztalhat, aztán mentális szinten kiegyensúlyozottságot, nyugalmat, békét, harmóniát, még lelki szinten pedig a jógi, vagyis a törekvő gyakorló képessé válik eredeti önvalóját megismerni és Istennel való kapcsolatát. A jóga szerint ez is a célja a jógának, hogy megismerjük önmagunkat és Istennel való kapcsolatunkat. Tehát a jóga egyéb technikai elemei, az egészségmegőrzés vagy a testgyakorlás mind-mind ezt a célt szolgálja. Tehát, hogyha egészséges a testünk, akkor tudunk foglalkozni a lelki élettel. De szokták mondani, hogy épp testben épp lélek, ezt a jóga is így tartja. Tehát ahonnan mi jöttünk a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskoláról, itt a főiskolának a célja a teológus képzés mellett, hogy olyan szakképzett jogaoktatókat képezzen ki, akik mindhárom szint gyakorlatában jártasak. Éppen ezért a oktatásunk nagyon szerteágazó, nagyon sok tantárgyat tanulnak a hallgatók, hogy megismerjék ezt a három szintet, és akkor most csak nagyon röviden nézzük is meg, hogy miket is tanulnak a hallgatóink a jogamester szakon, a három szint tükrében. A testi szinthez köthető tantárgyak, az anatómia, élettan, egészségtan, ajurvéda, vagy ide tartozik, hogy a pránajám és ászanák elmélet és gyakorlata. Ezen tantárgyak abban segítenek a hallgatónak, hogy megismerje a saját testét, annak működését és egészségesen tartását. Aztán a mentális szinthez köthető tantárgyak, például a relaxáció és meditáció elmélet és gyakorlata, vagy a pszichológia. Ezek a tantárgyak abban segítenek a hallgatóknak, hogy megismerjék a tudat a psziché működését és annak a megfelelő működtetését. Aztán a lelki szinthez köthető tantárgya például a mantra meditáció, ami abban segít, hogy megtisztítsuk a szívünket a nem kívánatos tulajdonságoktól, vagy ide tartoznak az olyan tantárgyak, amelyek a jóga szentírásokat oktatják, például a Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Upanishadok. Ezek a szentírások mind-mind a lelki élet gyakorlásáról beszélnek. Aztán vannak olyan tantárgyaink, amik a pedagógiai módszertan segítik elő, mint például az előadástechnika, beszédtechnika, kommunikáció, oktatásmódszertan, érveléstan. És aztán vannak még olyan tantárgyaink, amelyek az indiai ősi kultúrájához, hagyományához kapcsolódnak, mint például a szanszkrit nyelv, akkor a védikus filozófia, vagy Indiának az irodalma, története, művészete. Ezek a tantárgyak mind segítenek megismerni a jóga hagyományát, vagy az előző többi tudományágat is jobban segítik megérteni. Hát láthatjuk, hogy nagyon összetett tudomány ez a jóga, és emellett a főiskolánkon még teológus képzés is folyik. Azoknak van a teológus képzés, akiket mélyebben érdekelnek a lételmélettel kapcsolatos kérdések, az indiai hagyományok, vagy a védikus teológia, filozófia. Ugye ezen a tagozaton sokkal mélyebben foglalkoznak a hallgatók ezekkel a témákkal, mint a jogamester szakon. Aztán, hogyha esetleg valaki nem tudna három évet rádozni az életéből ezekre a képzésekre, arra az esetre vannak a főiskolának tanfolyamai. És ezeken a tanfolyamokon mindenki megismerkedhet ezekkel a tudományokkal rövidebb idő alatt. Hát a felsoroltakból láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sokrétű a jóga, egy összetett tudomány. Hát valójában a jóga az egy gyakorlati, tapasztalati tudomány, ami azt jelenti, hogy tanulnunk és gyakorolnunk kell azt. Egyrészt, hogy megismerjük azt, megérezzük a hatásait és elérjük a célját. És a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolának ez a feladata, hogy ezen lelki tudományt átadja mindenkinek, akit érdekelnek. Így a főiskolánk nyitva áll mindenki előtt, aki szeretné megismerni a valós Vaisnava teológiát, vagy a jógát. Tehát sok szeretettel várunk mindenkit, főiskolánk képzéseink, tanfolyamaink, vagy itt most a Szekérfesztivál ideje alatt felállítottunk egy sátort, itt a bazársor végén, ott is van számos előadás, vagy akit érdekel a főiskola, az bővebb felvilágosítást kaphatott, vagy most 17 órától 18 óráig lesz egy előadásunk, Jóga és Egészség címmel, arra is várok mindenkit sok-sok szeretettel.
Hát örülök, hogy itt lehettünk az egész csapattal. Köszönöm, hogy meghallgattak minket. További szép napot kívánok. Minden jót. Hare Krishna.